fizikai képtelenség, hogy egyetlen forintot is ellopjanak a TAO támogatásokból, ezt mondta Mészáros Lőrinc a Hír TV-nek. A felcsúti polgármester szerint olyan szigorúan ellenőrzik a TAO pénzek felhasználását, hogy nem lehet csalni. Mészáros hozzátette azt is, hogy hiába kötelezték az általa vezetett alapítványt, hogy hozzák nyilvánosságra, kitől kaptak 14 milliárd forintot, nem hajlandóak erre. Szerinte nekik nincs takargatni valójuk, ugyanakkor az egyik üzleti partnerük számára fontos, hogy anonim maradhasson. Meg a televízió is, ugye ez azt hiszem az RTL Klub, gondolom, nem? Nem, ez már nem az. Ja már Jónét kitették? Nem, miért személyes? Hát szerint gondolom, hogy kitették, hát még az RTL nem volt idáig. És akkor most jelenleg hol dolgozik? Ez miért fontos? Hát mert akkor mutasson, milyen honét vannak egyáltalán, miért készít felvétel? A Hír TV-től. Hát akkor csak azt kell mondom önnek, hogy akkor ön tulajdonképpen kitették az RTL Klubból, és elment egy rabszolgatartó társadalomhoz, a Hír TV-hez. Köszönöm szépen. Itt mindenki fogta a fejét. Ez a szerencsétlen ember, nem mondták meg neki, hogy hallgatni kéne? Nem. Hát a Stroman képzőben ez nem volt beírva. De ez a rabszolgatartó társadalom, ami rém lett neki az isiből. Isiből? Na miket hülyeségek? Általános isiből. Isiből. Felcsúti kis isiből. Aranygazda. Aranygazda minősítés. Ott nem volt ideológia, vagy semmi. A Stroman képzőben nem tudom, hogy van-e ilyen tantár, de az egyébként nem tudok rá hallgatni, olyan kópé. Kópés? Olyan rajzfilm figura. Kópés. Hát ezért lett kiválasztva. Na, ebben a mai műsorban, akik még emlékeznek rá, tudhatják, hogy az egyik Fidesz prominens felszólalt, és azt mondta, a törvény mindenkire vonatkozik. Ugye emlékszünk az első bejátszásokról, és mindenki egyenlő a törvény előtt. De az, hogy született egy jogerős bírói döntés, és azt mondja, hogy TAO, mutassátok meg, hogy mennyi dohány. És ki kell, azt mondja, nem adjuk ki, hát mert mi miért adnánk ki, és nekünk nem kell ezt megcsinálnunk. De van olyan Magyarországon, hogy végrehajtás, tehát végre kéne hajtani, és rossz hírem van. A BTK is tartalmaz egy ilyen törvényhelyet, hogy aki ezt nem teszi meg, az bizony 2 évig terjedő szabadságvesztése büntet. És gondolja, hogy Mészáros Lőrincet majd bármilyen következmény. Nem vonatkozik rá a törvény, hát hallottuk, törvényen kívül áll, be is mondja a képzéstől függet. Ezt kéne egy ügyészség mondjuk adott esetben, de tényleg föl lehet. Hol tetszik lakni? Ügyesség. Ezért mondom, hogy kéne egy ügyészség. Ja. És őt egyébként szerintem, ha már a BTK-nál tartunk, hogy még a minősített esetet is kimeríti, tehát a jogtalan haszonszerzés véget. Ha kérdezek most valamit, egyáltalán nem ide tartozik, csak a mai közleti viszonyokhoz, hogy ugye az árulás vágya alól felmentették a Galambos Lajost, ő az áramban érdekelt, meg a vízben. A trombita. Az egy trombita. A Szilvási Györgyöt, a volt titokminiszter. De hogy kevered? Én Galambost most már összeök keverem. A nemzetbiztonságra tetszik gondolni, ahol nem trombitákat fújnak, hanem másról van szó. De Na most figyelj. Épp figyelj. A Koncsik Anitánál mindig arra vigyáznom kell, hogy ne Koncseket mondjak. Na, ki volt Koncsek, Jolán? 56. Nem. Nem. Nem? Na? Ezt már előttük egyszer, én most előttük? Azért nem lövöm el a fejintében. Diszkoszvetőnő. Tényleg. Diszkoszvetőnő. Egy zseniális diszkoszvetőnő volt, és ez csak arra föl, mire föl, hogy nem mindig én vagyok a hülye szalmazni. Azért mert Galambos Lajost mondtam, a Koncseket például nem rotottam el. Tessék mondani, hogy miért tetszett szóba hozni a galambosokat? Az, hogy az érdekel engem, hogy ezekben a helyzetekben, mint például a honvédség ügyeknél, és most az árulási ügyekben, igen, azok az ügyészek, igen, nem lesznek felelősségre vonva, mint egy most, mit tudom én, hivatali hatalommal való visszaélés. Amikor vagy hamis vádemlés. Tehát amikor teljesen egyértelműen politikai megrendelésre működik az ügyészség, most már, hogy a bíróságokról ne beszéljek a Császi Zsolt esetében, hogy ezek meg fogják úszni, ez germanizmus. Ezek megúszszák? Azt gondolom, hogy nem kéne általánosítani, nem kell általánosítani, az nem szerencsés. Nem szerencsés, ám de, magam is sokszor mondtam már azt izgalmamban, amikor majdnem úgy felizgatom magam, mint te, hogy a mi ügyészeink akárhol is dolgoznak, arra tették az esküjüket, hogy üldözzék a bűnt, és nem arra, hogy pártolják. És ha pártolnák a bűnt, ne adj Isten bármilyen esetben, ahogy tetszik. Hát adott esetben, hamis vád,
akkor viszont ebből hivatali visszaélés lesz, mert nem erre ezt a tevékenységet végzi, amit nem szabad. De ez gyakorlatilag engem ismételt meg. Hát ami csak bonyolultabban. Csak ez kell egy bátorság, ami tényleg működik. Tehát ez a tautológikus Én még valamit szeretnék hozzátenni ehhez, mint tau visszaigénylő. Nem tudom, hogy önök közül bárki igényel taut. A színház, a független színház vissza tudja igényelni. Nem korlátlanul, mint a sportegyesületek, hanem csak egy bizonyos összegig. Tehát hozzánk sajnos nem tudom, nem utalhatnak milliárdokat, de kötelező beszámolási kötelezettsége van minden szervezetnek, akit ott ad. Tehát mi leadunk egy ilyet az államnak, és nekem van egy olyan gyanúm, hogy ezek beleírtak mindent, amit létezik, ugye, mert ő avval takarózott itt, hogy hát van olyan támogatónk, aki nem akarja, hogy kikerüljön a neve, nincs már ilyen, ez is gyanús. Ilyen verseny nincs. Így van, ráadásul nem ezt kérdeztük, hanem azt kérdeztük, hogy mire használták föl a befolyt 14 milliárd forintot. Na most, hogyha azok a papírok, amik már megszülettek és bent fekszenek valami levéltárban, és abban az van írva, hogy vásároltunk egy masszörpadot 14 millióért, meg éjszaka vágattuk a füvet, mert akkor ugye köztudottan jobban nő, még 14 millióért, akkor azért nagyon ki fog lógni a lóláb, és ez meg, András, és biztos vagyok benne, hogy a ez a Mezőkövesd csapatának a főnöke az a Tálai András, aki egyébként az adóhivatal elnöke is. És ott se számolnak el az utánpótlásra szóló pénzből, orba szájba nyomják a pénzt a profi fociba. Na, még két bejátszásunk van, nézzük.